Megoldódik a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének kérdése, hiszen Dombóvár város önkormányzata nyári gyermekétkeztetésre nyújtott be pályázatot. Mivel városunk egy kormányrendelet alapján nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, így önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30%-a után pályázhat támogatásra. Újabb pályázati sikert aratott Dombóvár város önkormányzata, ugyanis pályázatot nyújtott be a képviselőtestület gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támogatására, melyet el is nyert. A pályázat célja, hogy június 16-tól augusztus 28-áig terjedő időszakban napi egyszeri melegételt biztosítsanak a rászoruló gyerekek számára. A május 14-i rendkívüli képviselőtestület ülésen döntött úgy a testület, hogy pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Minisztérium mához nyári gyermekétkeztetésre. Azoknak a gyerekeknek az étkeztetését lehet biztosítani a pályázat útján, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A hétfőn kaptuk a hírt, hogy pályázatunk sikeres volt. A támogatás egy rászoruló gyermek részére napi 440 forintot jelent, melyet melegétel nyújtására kell fordítani. A pályázat benyújtásának időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma 616 fő. A támogatásra ennek a létszámnak a 30%-a után pályázhattak, ami azt jelenti, hogy ez 185 gyermek meleg étkeztetését oldja meg a nyári időszakban. A támogatás összege 3,5 millió forintot jelent. Az étkezés helyszíne az Apáczi Csere János középiskola lesz. Most folynak a kijelölések a kapaszkodó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltató központ, gyermekjóléti szolgálatának a munkatársai választják ki a mintegy 600 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül azt a 185-öt, akik szociális helyzetük alapján rendkívül rászorult helyzetben vannak, és őket majd folyamatosan kiértesítik a hivatal hatósági irodájának a dolgozói. A kapaszkodó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltató központ természetesen az ehhez megfelelő tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik. Az étkezés tehát az Apáczai konyhájában fog megvalósulni, és onnét kell majd éthordóban elvinni az ebédet a gyermekek részére.